Na, sziasztok srácok, én Tanemik, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Shrek-et fogjuk felkutatni ebben a mesebeli, nem tudom milyen helyen. Alapból, ahol itt spawnoltam, itt volt egy ilyen kis X, amit majd meg is fogunk nézni, mi ez, csak ugye előtte ugye kéne vágni fát, hogy mégis csak ki tudjuk ásni egy csákánnyal. És srácok, hogyha tetszik a videó, akkor csak most egy lájkot, meg minden, bla bla bla. De ami nagyon fontos dolog, srácok, hogy komment szekcióban mindig írjátok le, hogy mi legyen a következő videó, milyen videókat szeretnétek, milyen tartalmat akartok látni a csatornán, mert az alapján próbálom intézni a videókat, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de ja. Szóval gyors, akkor csinálok egy csákányt, és szedek gyors, vagyis hát nem, gyors, akkor ezt kiszedem inkább egyből, hogyha ezzel ki is bírom, és itt egy chest. És benne ilyen csontvázak, hát ez nagyon barátságos, és kaptam kaját, ami már egy plusz pozitív dolog, de akkor gyors, ide jövök és csinálok egy kőkardot, mert hát mégiscsak Shrekről van szó, aki egy eléggé, hogy is mondjam, eléggé gonosz lény lehet, hogyha nem jókor zavarom őt, vagy értitek. Mégiscsak nem arról híres, hogy ő. Hát jó, mondjuk azért mégiscsak van benne egy kis kedvesség így a mese alapján, de ez változó, jó? Maradjunk annyiban. Na, meg is van a csákány, gyors, meg csinálok botot, és csinálok egy kardot. Oké, király, na, ezekkel a cuccokkal így akkor kész vagyunk. Nagyszerű, ezt így nagyjából így elrendezem. És akkor szépen menjünk is előre. Nem tudom, hogy itt még van-e mondjuk cucc, azért ezeket így kiütögetem. Hát itt nem. Jó. Akkor ezek így nem nagyon fognak kelleni, jó. Lol, itt van egy ilyen izé. Itt van egy ilyen út. Jó, gondolom, hogy erre fele kell menni. Akkor, hogyha itt van egy ilyen nagyon hosszú, ilyen, mi ez, ilyen liliomos út. Ez nagyon, ez tök jól néz ki, királyság. Na. Jó, átkeltem. Ez királyul néz ki, mert csak az a egyetlen izé problémám van, hogy egy kicsikét is sötétedik. Na mindegy. Köszönjük, együnk egy kis kaját. Itt egy barlang. Hát jó, enne. Lol, ott van valami. Na várjatok. Lol, ott van valami, de itt is itt volt. Ogre veszély. Na ne, és itt egy zombi. Hát srácok, itt valami ogre veszélyét ír, szóval gondolom, hogy már közel vagyunk, és ahogy látom... Mi a? Megijedtem, mi? Mi a? Kiütödött itt? Mennyi? 1, 2, 3, 4. 4 blokk, srácok. Mi a? Mi történt? Ogre veszély lesz itt, és itt egy fej. Na jó. Jó, megpróbálom megközelíteni, oda van valami írva, és ott van 2 darab csonta, ez meg spawnolnak a zombik. Ne! Ne szonnaljatok, jó, legalább beleesett az a barlangba, jó, ezeket kikerülöm. Itt van valami kis, nem tudom mi, nem merek bemenni. Shrek WC. Hát ez így, nem tudom, hogy ebbe hogy WC-zik, itt megtámad egy zombi. Nem tudom, hogy ebbe hogy WC-zik Shrek, de ez külön gratuláció neki. Megpróbálok benézni így az ablakom. Hogy esetleg itthon van-e, aha. Ahogy látom, pont felkelt, jó, felmegyek inkább a tetőre. Srácok, van egy nagyon jó ötletem. Benézek a tetőn, és reggel lett. Benézek a tetőn, halljátok. Aha, igen, itt bebírok nézni, mert ott van lent. Hát nem, ott van lent, srácok. És pont ott megállt, lerak valami ládákat. Lerak valami ládát. Abban nem tudom, hogy mi lehet, de aha. Gyémántot rakott bele. Akkor ez, akkor nagyon tele van kincsesek. Jó, valahogy le kéne jutni. Meg kéne várni, hogy elmenjen itthonról, srácok. Csak nem tudom, hogy mikor. Pont kiment. Jó, szerintem lehet, hogy most meghallgat engem így. Valami, nem tudom, miket szedjük. Egy kicsikét így megpróbálok így a háza mögé így bebújni, hogy ne vegyen. Aha. Jó, elment messzebbre. Jó, itt az időm szerintem. Jó, itt a... Oké, azt tudom, hogy visszafele. Jó. Na, itt az én időm, ez mi? Shrek kuckolja, jó, gyorsan kell lenni, itt egy zombi, nem hiszem, itt egy házi zombia van, srácok, mennyi gyémánt, köszi szépen, még valami, nem szerintem semmi, jó, srácok, leszek cseles, bebújok ide, befedem, aha, jön is vissza, jó, ide bebújok, nagyon remélem, hogy nem fog észrevenni, kérlek, ne tűnjön fel, hogy itt kő van, kérlek, ne tűnjön fel, hogy itt kő van, jó, ahogy látom, még egyenlőre jó vagyok, majd valahogy ki kéne nézni. Ez így nem jó ötlet. Ezt inkább ezt hagyjuk. Jó, oké, leások, srácok. Leások a föld alá. Leások a föld alá, és visszafedem. Gyors. Jött, észreveszi. Oké. Jó, elkezdek így. Nagyon remélem, hogy a ásás nem fogja meghallani. Jó. Amúgy ez is tök nagy izi akció lett volna, hogy beások a láda alá, srácok.
Ez mekkor lett volna, halljátok, beástam van egy végig az ágy alá, láda alá. Jó, megpróbálok kijutni innen. Lehető legmesszebbre. Jól hallom? Elkezdett ásni. Szerintem tudja, hogy itt vagyok. Jó, egyen lejjebb. Jó, ne. Tudja, szerintem meghallott az ásás, srácok. Ne. Jó, shift-tel itt maradok. Jó, egy kicsikét még lejjebb. Nem hiszem el, ne! Ne! Segítség, ne! Ne! Menj innen! Ne bánts, Léci, ne! Jó, hűld az engem, jó, el kell menekülnöm. Hogy rázzam le? Srácok, nem rázhatom le, hát ő mondjuk jó, gondolom, hogy annyira csak nem lehet gyors, mert az eléggé nagy. Most ezt nem rossz indulatban, jó, felmászok, fel tudok mászni? Nem bírok felmászni a fára, pedig azt hittem, jó, meneküljünk. Mennyire van közel? Nagyon közel van, nagyon kedves villámlik. Nem hiszem, és dobál utána milyen izéket, ne? Léci, ne! Ez majdnem eltalált. Jó kaját. Ne, is eltalált. Aj, Shrek, Léci. Legyünk barátok, Léci. Aj, meddig követ engem? Nem akarja feladni, vagy valami? Shrek, figyelj! Nem beszélhetnénk meg. Nem áll, csak 4 HP-n van, Léci. Léci, Shrek. Megbeszélhetnénk, jó. Megállok. Figyelj, nézd, megállok. Megállok, jó fel, csak ne üss meg. Ne. Shrek, nyugi. Szia, én nem akarok tényleg balhét. Nagyon kedves természetű embernek tűnsz. És ogrénak, bocsi. Nem akartam embert mondani. Aj, srácok. Ha lerakom neki így a koponyákat így körbe, nem akar valami félelmet kelteni benne, hogy én így nem tudom, vagy valami. Most valamit elkezd írni. Remélem, hogy valami olyasmit ír le, hogy te mégis mit képzelsz, ki vagy te, hé, várjunk. Te loptad el a gyémánt? Nem én voltam. Én nekem ezt tényleg közöm sincsen. Milyen gyémántok? Milyen gyémántokról beszélsz? Én nem tudok semmi gyémántokról se. Tényleg nekem ez közöm nincsen. Jaj. Jó, látod, én tökre ilyen környezetvédő vagyok, hogy én ilyen fákat szoktam itt ültetni, csak azért voltam itt. Üríts ki a zsebeidet most, vagy meghalsz. Jó, figyelj, ide dobálom, látod? Ne vedd fel az enyém. Csak kidobálom, nézd. Ez, és ez. Ennyi cucc van nálam, Shrek. Esküszöm. Semmi más nincs. De, szegény malac. Esküszöm, tényleg csak ennyi van, Shrek. Ó, srácok, meg fog ölni. Az a gond, tényleg, amint megmondom neki, hogy itt van nálam, meg fog ölni. Kár volt tőle elvenni, miért vagyok kapzsi? Jaj, nem hiszem el. Nem baj, még érzem, hogy még ebből lehet egy szoros barátság. Akkor miért hallottam a rezgést a zsebedben? Milyen rezgést? A gyémántoknak nem is lenne rezgés hangja. Srácok, kezdek szerintem rossz, nem tudom, benyomást kelteni Shrekben. Lehet, hogy megint el kellene kezdeni menekülni, csak attól félek, hogy ez biztos, hogy el fog kapni engem. Amikor egymásnak csapódnak, haltó volt. Ne, Shrek, Léci. Nem akarok balhét, megint elkezdi, nem hiszem, jó, visszamegyek a házába. Ne, jó, kicsikét most le van maradva. Megpróbálok gyorsabb lenni, csak kezd fogyni a kajám is, és meglőtt megint. Ne. Jó, visszamenekülök. Shrek, Léci, ne bánts. Léci, ne bánts. Ne bánts, Léci, Shrek. Menj innen. Én nem akarok tényleg semmi balhét. Én csak jó szívű akarok lenni. Nem én loptam el. Ne, beragadok ebbe. Ne, mennyi. Miért szvannoltál le izéket, csontvázakat is? Elfogy a kajám. Ne, gyorsabbnak kell lennem. Léci. Jó, oké, hello, nem jöhetsz be. Ez ilyen fedezzék, haha, szia. Shrek, figyelj! Gyere ide az ablakhoz, csak ne üss, figyelj. Ha visszadom a gyémántjaidat, megbocsátasz?
Oké, leírja. Amúgy egészen, talán. Amúgy egészen szép és kellemes házad van, hallod. Csak mondjuk így kiütötted egy kicsikét így az alját. Na mindegy. Figyelj, tessék, itt van. Tessék, kidobtam az ablakom. Most bocsáss meg, és ne akarj megölni. Léci. Jaj. Na. Srácok, talán elnyerjük a seg bocsánatát, tehát nagyon remélem. Közben vannak itt, de milyen gonosz már, hallod, ilyen tele van csontvázakkal az egész háza. Te átvertél, tudtam, hogy te voltál Shrek? Jó, figyelj, csak azért vertelek át, mert féltem, hogy megölsz. Látod, van nálam ilyen zombi hús, ezt tuti szereted, gondolom, hogy ez a kedvenc kajád. Meg adok, nézd, rendes kaját is. Szerintem ez tök nagyra való dolog, meg ilyenek. De amit megígértem, azt betartom. Jó, oké, akkor gyere, beengedlek. Ha csak nem versz át. Ugye nem versz át? Shrek. Nem? Oké, rendben van. Akkor gyere, gyere csak be a házamba. Tessék, foglalj helyet itt mellettem. Jó, nyugi. Azért még poénos, poénos vicc volt azért. Vald be, igen? Igen? Nem? Jó. Na, hát Shrek, akkor segítesz elbúcsúzni legalább a videóból? Igen? Jó. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor csapastok egy like-t és iratkozzatok fel erre a csatornámra is, és csapassátok be a csengőre is a csengős cuccokat, hogy mindig kaptok értesítést a videóimról. És ja, mostantól itt is általában ilyen nagyjából napi szinten lesznek videók. Na, szóval igazából ennyi. Én Dani voltam, és nagyon szépen köszönöm a megtekintést, és hát, sziasztok!